Sofi volt. Gondoltam. Mondom. Azt várom, hogy megnőjön szép hosszúra a haja. Neked csak kellett volna levágni. Mész ma? 9-et beszéltünk meg. Ne csináld. Basszom! Messze laknak? Pedig végre kaptál munkát. Ki tudom dumálni? Holnapig ki kell fizessük a lakot. Tudom. Szombat van. Kiment a fejemből. Kiment a fejedből, bazd meg. Muszáj ezt a Zsófi előtt. Már, hadd hallja. Nincsen veszve a meló, Szidi. Ne kelljen már a mamához mennünk Zsófival. Senki nem megy sehova. Se a Zsófi, se te, se én. Bálint? Szia, Norbi. Sziasztok. Van egy hírünk, Norbi. Rita, mondd el neki te. Képzeld, Norbi, úgy döntöttünk, hogy elutazunk. Na. Olyan boldog vagyok, hogy Ritával ilyen bátor és szabad döntéseket vagyunk képesek hozni. És így elengedhetjük a lakásfelújítások összest, ezt is. Teljesen igazatok van. Lesz itt felfordulás, por, meg minden. Felkeltünk ma reggel, és egyszer csak jött ez az érzés, hogy... India. Aha. Nem tudom, mennyire ismered a jogát. Van egy olyan tanítás, ami azt mondja, hogy a dolgoknak, amik szembe jönnek velünk, nem szabad ellenállni. Hanem be kell engedni őket. Hát akkor engedjetek be engem is, és akkor elkezdem a melót. Gondolom, akkor a kulcsot ideadjátok, és én addig kifestek, ameddig ti nyaraltok. Ja nem kell, ugye? Nem, mert még nem döntöttük el pontosan, hogy mennyit leszünk ki. Lehet, hogy egy vagy két. Úgy érzem, hogy három. Három év? Igazad van. Három év. Most vicceltek, ugye? Szívem szerint azt mondanám, hogy érezzétek jól magatokat, meg jó utat, meg... Igazából az, hogy feljöttem ide, már az egy komoly költség volt nekem. Azt a pénzt, amit itt megkerestem volna, az gondolatban én már rég elköltöttem. Konkrétan az az albéletem lett volna. Bocsánat. Soha ne jöttem. Norbi, mi van? Hát nem gyönyörű. Leeshetett a kumondrögé, és ma megtaláltam.
annyira ellepte azokat a tányérokat a porakomódon, muszáj voltam letakarítani őket, és akkor az egyik eltörött. Ezt még a húgommal együtt korongoztuk agyagból, és most leesett. Imola egy baklyot festett rá. Szegény Imola. Szép lehetett. Őt legalább megtaláltam. Vilmos? Tudom, hogy már májusra adtál nekünk haladékot, de lehet, hogy egy héttel később fizessük ki a lakbért. A béka elfelejti, hogy egyszer ő is volt evihal. Lehet, hogy így van. Mégse kaphattok több haladékot. Most nagyon meg vagyunk szorulva. Nézd, fiam. Vannak dolgok, amikhez ragaszkodni kell. Úgy volt, hogy fogunk tudni fizetni. Van egy kocsid. Tessék? Abban a június is benne volna. Azzal járok dolgozni. Akkor holnap költöztök. Biztos, hogy ki tudunk találni valamit. Látod ezt a sok szépséget? Ha akad köztük valami, amit el tudnál adni, egy kicsit többért. Úgy érted, hogy... Lakbér. Plusz még valamennyi, ha nem sikerül. A kocsid ugyanúgy az enyém lesz. Ne, azt ne! Ez szabad? Ja, nem, teljesen igazad volt, fel kellett volna kelnem. Mikor érsz hazám, főzök valamit? Szidi, mondanom kell valamit. Ugye ecset van a másik kezedben. Figyelj, oda mentem, alig késtem, az nem is volt gáz, de... Figyelj, ezek lemondták a melót. Elutaznak Indiába. Persze, bazd meg, te jöttél Indiából. De szereztem egy hajómotrot. Jó napot kívánok! Az étterem tulajdonos küldött, hogy egy motorral biztos, hogy érdekli önöket, hogyha szükség van rá, ez itt van, helyben, nem kell sehova menni. Szép darab. Ez ilyen nosztalgikus darab, igen. Antik. Viszont ezért nagyon értékes. Mennyit kér érte? 100. 50. 90. 55. 80. 60. Legyen 70, és akkor ez a vége. 20. A 40-et csak megér maguknak, de azért nem is pénz érte. Te tényleg azt hiszed, hogy ez minket érdekel?
Ki volt írva, hogy hajóklub? Jachtklub, haver. Jachtklub. Nézd! Lehet, hogy valamelyik lecsúszott testvéred rátenne egy ilyet a gumicsónakjára, amit innen-onnan bugázott, mint te. De nem mi és nem egy jachtra. Világos? Azt mondja, hogy loptam? Te mondod. Szidi! 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 Gázoltam halára a Zsófit. Hülye vagy, megölöd a gyereket? Nem ölöm meg a gyereket, csak nincs... Hagyjál már! Szidi! Szidi, álljatok már meg! Nem megyek vissza. Most értetek arra, hogy ezek a faszok elutaztak Indiába? Hagyjad már a hazugságaidat! Nem hazudok! Legalább ti ne csináljátok, Asper, velem légy szíves! Én próbálkozom! Nem csinálhatjuk ezt Zsófival. Mit csináltál a kocsiba? Nem tudom, egyszer csak nem volt fék. Meg is hallhattál volna. Összenyomjuk a gyereket. Jól van. Jól van. Mi a szar az a kocsiban? A motor. Abból lesz a lakbér? Remélem. Régi hajómotorokat gyűjtök. Világra én szabadulás a zárt cella ablakán 300 dekás remény rájöttem nem vár kívül szabadság rájöttem azt se tudom, hogy mi az hogy minek érzem mindig hiányát hogy világon már senki sem szabad. Ahogy egy kém arcát gallér fedi el, lepleztem elén soká. Hogy mi a hiány, mit titkolni kell, a szabadság nevű talány. Emberkit nem vár kívül szabadság, emberki azt se tudja, hogy mi az.
már pedig érzi kínzó hiányát, és tudja, hogy már senki sem szabad. Emberkit nem vár kívül szabadság, emberki azt se tudja, hogy mi az. Már pedig érzi kínzó hiányát, és tudja, hogy már senki sem szabad.